Hát sziasztok, itt, templéer! Még mindig egy kicsit hatás alatt vagyok a 400 rubinnak, amit kipörgettünk az előző epizódban. És mondhatom, hogy epizód végül is a főtörténetből kicsit kiugrik. Elképesztő bőségkereke. Hát egy elképesztő pörgetés sikerült ott a végén Az utolsó négy pörgetésből, tulajdonképpen hátul a negyedik pörgetésből kiszedni. 400 rubin ezen majd még gondolkodom, meg írjátok is le, hogy mi lenne ennek a megfelelő felhasználása. Egyből tettem a főkastély istálóját harmadik szintre. Tehát azért az egyértelmű, hogy az a, az egyik legjobb felhasználása ennek. Én azon gondolkozom, hogy nem kéne ezt most fejetlenül elkölteni, hanem megvárom a 40%-os akciókat, és akkor legalább meg lesz az előnyöm, hogy mondjuk a kapok az ötödik szintű pékségre 40%-os akciót, akkor mindegyikre gondolkodás nélkül a, a Rubinommal fel tudom fejleszteni tehát lennének az elsődleges szempont, nyilván istállókra is, hogyha kapunk ajánlatot, nyilván azt is meg fogom csinálni, bár mondjuk az királyságokban lenne elsődlegesen prioritás az ottani mozgásokat egy kicsit normalizáljuk, és azon kívül nem tudom, igazán nem volt sok rubinom, szóval nem tudom, hogy mire lehetne rubinokat használni. Na de, ami egy kicsit égető probléma, hogy 101 ezer Minuszba vagyunk a kajatermelést illetően, ami hát következik ebből az 56 ezer katonából, aki itt van a főkastélyban, ebből 25 ezer védő. Ezt a 25 ezer védőt kéne valahogy elrakjuk majd. Most amíg ennyi támadó van a főkastélyomban, azért nem fogok minden védőt kipakolni, de szerintem igen, ide 2000-et, ide 2000-et, ide hogy állnak itt a közrendek? Sajnos nem tehetem meg azt, hogy mindenhol fejlesztem a közrendet. Esetleg még itt jegesen meg tudjuk nézni, hogy a falusi zsetonokkal tudunk-e valamit kezdeni, illetve a pékség kettes, tehát 5400 kajatermelésre van itt szükségünk, hogy ide küldjünk 2000 védőt. Nézzük, hogy mi a situ. Igen, ezeket nem tudjuk fejleszteni, mert ezek, ezek külső falvak. Jól van, akkor nézzük, hogy a közrenden belül tudunk-e valamit itt igazítani. Szerintem nem. Szerintem nem akarunk. Úgyhogy akkor ide 9900 védőt fogunk küldeni. És ide mert 2200, ide meg 2500, szor 3 az 7500, és egy 700 ot biztos lesz. Igen, akkor ide 2500 ot küldünk sivibe. Jó, mik az arányok? Körülbelül kiegyenlítettek, úgyhogy ez maradjon is így. Tehát 2500-at küldünk Sivibe, az mondjuk lehet úgy, hogy 1100 távos mondjuk, meg 1400 közeles, és egy kis uh, udvarvédelmi, pontosabban várárokvédelmi uh, kombót aztán küldenék, hát mondjuk egy 300-at ugye ezekből a tüzes várárokból, amiket kaptunk, pörgettünk, 4000-et szintén azok is elég királyak tudnának lenni. És akkor ide már is elimináltunk 7500-at, ami nem egy rossz dolog, de hát ez 5000-et vett le a főkastélynak a fogyasztásából, még egy százas tudtunk volna oda tenni. Aha, akkor ide is egy százassal többet, mint terveztem, vagy akár ki is számolhatnánk, ugye, hogy 6500 kajából mennyi katonát tudunk ellátni. Ja, szor tíz. Jó, 2400 emberkét tudunk küldeni tüzesre. Szerintem itt is tartsunk egy hasonló arányt, mégpedig 1100, 1300, és ugyanúgy a védelmi eszközökből küldünk egy kicsit ilyeneket. Remélem többi eszköz az van, azt nem kell küldeni, mindegy. És akkor jeges az egyetlen, ami megmaradt, akkor ott is számológépezzünk egyet, nem bízom a véletlenre. 4700 osztva 2,7-tel, akkor most csináljuk meg normálisan. 1700 katona, na ide meg többet akartam küldeni, mint amennyi fért volna. Ami azt jelenti, hogy 1700, akkor legyen ebből 700, ebből pedig 1000 átküldve és akkor a maximális mennyiségű Védőt kiküldtük, amit így jelenleg a királyságaink el tudnak tárolni. 15 ezeret levettünk már is, na király. További feladataink közé tartozik, hogy megtaláljuk minden kastélyunkban és erődünkben a pékséget, hiszen fantasztikus épületelemeket pörgettünk ki erre az esetre is, és akkor így 500 ezer az már tulajdonképpen hozzáadódik. Igen, 611 ezer az alaptároló kapacitásunk, tehát 611 ezerre föl tudjuk turbózni a kaját fosztogatásból bármikor. És szerintem én az erőd egybe, nem tudom, hogy hogy van itt a közrend, meg a kajatermelés, aha. Ide csináljunk egy ezres közrendet, zöldségeket beszélek, tehát egy 30 ezres közrendet, hogyha ide letesszük a 4 és leveszünk egy ezrest, akkor, ha minden igaz, kijön Ha nem minden igaz, akkor nem jön ki a matek, 30200. ez egy gyerekek. Olyan jó vagyok sacimetriába, hogy az valami őrület. Aki nem tudná, mit jelent ez a fantasztikusan tudományos kifejezés, ez a tipmix enzyme formája. Na, ö, ide szerintem nem rakunk még közrendet. Nézzük épületelemeket. Tudom, hogy 33-as, 32-es erőd egyben mik vannak, vagy a kaptunk ilyen ö, gigantikus élelemtermelős épületelemeket is. Itt van egy 15-ös, már kapjuk is le, és akkor a 37-est meg a 35 est akkor beteszem ide. És akkor nézzük, hogy az mennyit nevel az élelemtermelésen. 895 helyett termelünk az új rendszerben. Csak látnám, hogy hol van a másik ilyen zéke. 35-ös volt az. 1600 Élelemtermelést növelt ez a kettő. Akkor itt is van két 30 pluszos épületelem, és van még egy 15-ösöm, amit nem tudom, hogy a főkastélyban vannak-e ilyenek föltéve, de felteszem, hogy áll nincsenek. Egyáltalán nincsen termelés épületelem föltéve a főkastélyban. Jól van, akkor 85-84 ezeres fogyást csináltunk. Azt hiszem értem is akkor, hogy miért nem csinálunk nagyobb élelemtermelést a főkastélyban, és amit én biztosan tudok, hogy ide le akarok rakni ilyen dísztárgyat, mert ez, ez ilyen jó fajta, így növeli a támadási erőt, meg mindent. Úgyhogy én most egy ilyet raknék le ide, nem tudom, hogy ezzel mennyi lett itt a közrend, 32 ezer, tehát még mindig szürreálisan magasabb, mint az erődökben, de mindegy a másik erődben is meg tudom csinálni a 30 ezeret ezzel a nagybabával, amit most leszettünk a főkastélyból, azt szerintem akkor ez, ez lesz az ideális porciózása ezeknek a díszeknek, nem tudom mennyit növelt, mindegy nem is érdekes. Akkor most van 30, 30, 30, 20, és hát idegesít, hogy a királyságokba akar nem letenni a további díszeket, de szerintem most ebben az erődben, ahol most három nagy épületelemünk működik, és ez egy 5 x dísz, ezt lehet, hogy talán a főkastélyba lenne érdemes lerakni. Kiderakunk még egy ilyet, igen, 11.800. Mindegy, ez már lehet, hogy nem, nem volt értelme ide rakni. Mindegy majd később átnézzük a közrendeket. Most az a lényeg, hogy itt a Főkirályságban el tudjam helyezni a katonáimat. Tehát nem muszáj főkirályságban feltétlenül, de minél többet tudunk itt elhelyezni, annál jobban az én kicsi lelkecskémnek. És akkor ide lerakunk még egy 1800-as díszt, amivel itt lesz 33 ezer a közrend, és 84500 körül tart továbbra is a fogyás. És ide lerakok egy favágót, amivel pedig még egy kicsit lejjebb tudunk szedni belőle. És akkor most jön a fekete leves, ide még egy ezres védő jöhet. Simán szerintem, azzal nem okozunk magunknak nagy problémát, és ide pedig, hát 5000-et szerintem gondolkodás nélkül átpattintunk, az erősebb védőkből akarok, úgyhogy akkor 3000-et meg 2000-et átküldünk, és ezt már nem a legjobb parancsnokaimmal kéne, mert már tervezek következő támadásokat indítani, és a harmadik favágóra, hogyha lenne szíves a rendszerbe fejezni, akkor... Hát átugorjuk, úgyis annyi Rubinunk van. Nem, 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 megtanultam a, a sok szűkös évből, hogy nem pazaroljuk a Rubint ilyen hülyeségekre. Szóval itt van még egy 15.000 kaja termeléses épületelem. Ezt felrakom a biztonság kedvéért. Véletlenül is akarom, hogy itt... 60 ezer, ez pont 20 ezer védő, 60 ezer kaja fogyásnyi katona innen eltávozzon a rendszerből, szép lassan le fogjuk őket támadni, a támadókat, természetesen nem a védőket, és szép lassan rendet csinálunk ebben a gigantikus mennyiségű fogyásban, és mondom, akkor lehet, hogy nem erőltetem a, a távolit, bár jó sok kaját kapnék belőle az az nem lenne egy rossz díl. Ja, és nem, nem raktam fel az erődben a kajaraktár épületelemet, amit, amit most akkor szerintem gyorsan közben nézegettem itt az ajánlatokat, hogy hát, ha hát tudunk valamit építeni. Van megjelenési mezőre való is. Aha, na ezt ide és az erőd egyben lesz a legnagyobb a termelésünk, logikus, az hívjuk erőd egynek, meg ott vannak a legjobb elemek, meg a legjobb mindenek, és akkor ide még egy plusz 70 ezeret felrakunk, meg a kis erődbe, még azt a plusz 30 ezeret, vagy nem tudom mennyi volt az, és akkor ugyan blokk, ugye a tárolós kapacitásunkból egy kicsit, kicsit most itten bővítettünk, 40 ezer, igen, és az arra lesz jó, ez majd később lesz jó, most nyilván ö, iszonyatos mínuszok vannak, úgyhogy most nem fogunk pluszba termelni, de majd arra lesz jó, hogy majd későbbi fogyásainkat egy kicsit hosszabb időkig tudjuk így félretenni, ignorálni, ami az én lelkecskémnek mindenféleképpen nagyon jót fog tenni. Kicsit kisebb a stressz a játékban, hogyha nincs folyton kajafogyás. Illetve viharba is tudunk majd katonákat küldeni, és katonákat elemészteni, de az most nem a jelenlegi részben fog megtörténni. Jól van, megérkeztek a fönti idegenek is, úgyhogy itt a remek alkalom, hogy teszteljük a 3 szintű istállunk által biztosított fantasztikusan új ö, utazási sebességet. Illetve amire még gondoltam Rubin felhasználásának terén, hogy ö, hát egyrészt venni egy évre felgyelőt a kajához, Marta Lócot kicsit több időre, Na, az sosem baj, de hogy ö, én arra gondoltam, hogy megváltném a király lobogót, ahogy is vicceltem. Költözni nem akarok, bárha esetleg véletlenül valamiért valahonnan költözni kell. Arra sem rossz ez a 400 Rubin, de hogy ezeket a térképeket vásároltuk egy kicsit pluszba, mert az a visszaút sebességén növel, és hát nem tudom, egy olyan értelmes mennyiséget. Persze elsődlegesen a rubinos épületek fejlesztése lesz a cél, azon belül is a végségek fejlesztése, tehát azzal nagyon nagy szeletet a régi dicsőségemből vissza tudnék építeni, hogyha lennének meg egy 8-as pékségeim mindenhol, meg lehet, hogy már azóta már több szint is van hozzáadva, és akkor azzal rengeteg sok új katonát tudnék eltárolni, vagy itt rengeteg sok további katonát tudnék eltárolni. Most úgyis ez, ez jön, hiszen rengeteg védőt szereztünk, azokat a védőket most már folyamatosan el kell tartani a kastély élettartama alatt, úgyhogy hát ha valaki nem lesz olyan kedves, és ki nem veszi egy támadással, de azért nyilván nem szeretnénk, hogy az legyen a sorsuk, ha már ilyen szépen megszereztem őket, mert tulajdonképpen tök mindegy, most ez a 400 ezzel ez most annyira meghozta a kedvemet a mindenhez is, hogy tulajdonképpen azt se érdekelne, hogy most itt kiszednék ezt a 20 ezer védőt, meg 30 ezer támadót, 40 ezeret most már. Nem tudom, mennyi támadom van amúgy összvisz. Hát itt van, azt itt a kastélyomban könnyebben meg tudjuk nézni, 31 ezer, és akkor még itt az erődökben itt van 6, akkor az 37 ezer, meg 4 41, meg 6, akkor az már ezt elfelejtettem, hogy mennyi, de sok sok, rohadt 47 ezer, jó, ne, ne, csináljuk ezt most már magunkkal. 47 ezer támadó, 400 asával. Uh, 4 az 10, 40 ezer, az 100, 100 támadás legalább, hogy el, elfogyjanak. Na nézzük a többi idegen támadás. 47 ezer még az utolsó is, úgyhogy lejjebb, veszünk még 10 még 10 lófarkost mennyiségből. 50 ezerek, ezeket teljesen fölösleges ilyen mértékben gyűjteni. Jól van, leveszünk még tizet, és az utolsó három támadásnál visszaadjuk azt a még tizet. Tehát alapvetően 80 lófarkossal, és, és, és az utolsó pár támadásban, ahol már kicsit kisebbek a, a dicsőség úgy fogjuk megtámadni ezeket az idegeneket. És a legfontosabb igazából, amiért idejöttünk, az az, hogy megnézzük, hogy mennyi idő egy ilyen támadás. Azt mondja, hogy berakom, az a már nem is középre rakom be, el is felejtettem berakom a 80 darab lófarkos lobogót, és 13 perc. 16 helyett 13, 3 percet javítottunk. 13 perc az új idegen támadási sebességünk. Fantasztikus. Fantasztikus. Egy kicsit majd akkor még fejlesztek majd is tikába. Rengeteg rubinomból, nem győzöm hangsúlyozni, rengeteg rubinomból a visszautazási sebességére is. És akkor kezdve megállíthatatlanok leszünk. De most tényleg, tényleg nagyon sokat számítottam, úgyhogy kipörgettem ezt a Rubin, mert egy egy nagyon-nagyon-nagyon nagy morális boost, amellett, hogy tényleg katonákat is kaptunk, meg zászlókat is kaptunk. Jó, de mondjuk ezek eddig is helyek közel rendelkezésre álltak, tehát eddig is tízesével támadtam az idegen, meg mit tudom én. De most azért úgy egy kicsit, kicsit más a hangulat, úgy érzem. Tehát, hogy más lendülettel, új lendülettel vágunk bele itt a további kalandokba. Meket azért azt se felejtsük el, hogy egy nagy búztot adott annak a koncepciónak is, hogy most akkor egy kicsit foglalkozunk a Soma egy kastélyal. Na, ha be belegondoltok, később, ha át esetleg átnyargunk másik kastélyra, akkor jön ezzel a filozófiával. Ott is nyilván akkor, hogyha egy másik kastélyra foglalkozunk, legtöbbet ott lesz, legtöbb a bőség, és ha ott is pörgetünk egy nagy rubint, akkor ott is el tudjuk intézni ezeket a szükséges fejlesztéseket, meg hát tud, tud további morális búsz lenni. És megkaptuk. <laughs> Szórakozik velem ez a játék, megkaptuk a 2 millió hatalompont jutalmat nem tudom, hogy mire, de megkaptuk. Úgyhogy gyorsan újra töltöm a játékot, hogy lássuk is a két milliót, mert jelenleg én nem látom, 1 millió 943-at látok. Mindenesetre a játék szerint elértük a, a 2 millió hatalom pontot, úgyhogy ennek, ennek nagyon örülök. Gőzöm sincs, hogy miért csinálja ezt velem a játék. Feldobta, mindegy, leokéztuk, és nem 2 millió van itt megjelenítve, szóval nem hiszem el továbbra se. Ez egy kicsit gonosz volt most a játéktól, de legalább kaptunk még ezer támadót, úgyhogy a százezeres fogyásból csináltunk 60 ezerest. Én egy azért 60 ezeres fogyást azért már fogom tudni kezelni, remélhetőleg. Meg uh, azért itt is egy tízes, itt is egy tízes, itt is el fog férni. Úgyhogy, hát lehet, hogy nem tudom mennyit támadok ma, de lehet, hogy még este úgy fogok dönteni, hogy ha már ráraktuk azt a plusz ideig nem termelős épületelemet, akkor, akkor még begyűjtem innen a távoliból is a 7000 katonát. 7000, kimondani is rossz, hogy a 10000. Ujjj, a kürt kapunk! Hallal. Ezre csak a top tízezer. Abban nem biztos, hogy bekerülök, abban nem szoktam. Hm, fura, fura, ez az új távoli, mindegy, majd megnézzük, vagy nem. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó játékot kívánok mindenkinek is, remélem élveztétek ezt a mai epizódot. Ez most egy kicsit tettünk, vettünk jobbra-balra, nézegettük a cuccinket igazából. Nem volt olyan halálásan izgalmas, de én Én élveztem mindensetre, és a továbbiakban jó most nem fogunk ilyen idegen támadós egy óra velemeket csinálni. Majd ha elértem egy mérföldkövet, akkor jelentkezem. Addig is pedig jó játékot kívánok mindenkinek, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!